Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig egy picike és olcsó mini számítógépről, a Billing S13-ról fog szólni, amiben az Intel új N150-es procia dolgozik, és mindössze 110 ezer forint körül kapható. Ezért a pénzért egy egészen korrekt, kulcsra kész mini számítógépet kapunk, természetesen Windows-zal. Kezdjünk! Mutatom a kicsomagolást és az üzembe helyezést. Ebben a kis pici dobozkában érkezik, csak a legszükségesebb infok vannak rajta. A dobozban legfelül egy hello papír, valamint egy elég informatív kézikönyv fogad, alatta maga a számítógép, egy fóliába csomagolva, a doboz legalján pedig találunk egy adaptert, ez 36 wattos és nagyon picike, így nem foglal egynél több helyet a hosszabbítóban. Van még itt egy kis csavarcsomag, egy HDMI kábel, valamint egy VESA adapter, hogyha a monitor hátuljára rögzítenétek fel. Kezdjük a specifikációkkal. A most megjelent ultra hatékony Intel N150 rendszerchip a szíve, ez gyárilag 16 GB DDR4-es RAM-mal van párosítva, valamint tárhely terén egy 500 gb M2-es SSD-t kapunk, ez SATA 3-as, Wi-Fi-ből pedig 6-os szabvány, Bluetooth-ból 5.2-es van benne. Ezek nyilván, ahogy a gép ára is jelzi, belépő szintű specifikációk, de a belépő szintből a legújabb szériából. Nézzük meg a gépet közelebbről. Egy ilyen kis picike műanyag kockáról beszélünk, ami mindössze 293 g. Az egyetlen dizájn problémám csak az, hogy a házikó nagyon gyűjti az új lenyomatokat. Mutatom a port kínálatot. A gép elején találunk kettő darab USB 3.2 Gen 2-t, valamint egy 3,5 mm-es jacket, valamint egy kis visszajelző ledet és a bekapcsoló gombot, míg a hátulján még két USB 3.2 Gen 2-t, egy gigabites Ethernet portot, két HDMI-t, amik két monitor tudnak kiszolgálni 4K 60 Hz-en, a tábemenetet, valamint egy Kensington zárat. Az egész számítógép mindössze 25 wattos TDP-vel rendelkezik, azaz szinte semmit sem fogyaszt, de mégis került bele egy aktív hűtés: oldalt szívja be a levegőt, hátul pedig fújja ki a hűtőbordák között. Az üzembe helyezés meglehetősen egyszerű, igazából csak be kell dugni a hálózatba rá kell kötni egy monitort, egy egeret és egy billentyűzetet, és meg is vagy, be is kapcsolhatod, és már is a Windows konfiguráció fogad. Ez jó hír, hogy nem előre konfigurált Windows-t kapunk, hanem nekünk kell átmenni a lépéseken, így teljesen tiszta telepítést kapunk, nincsenek előre telepített szemetek. A géphez Windows 11 Pro változat jár. Beszerelés után így néz ki az asztalon, elég kicsi helyet foglal, szerintem teljesen korrekt. Egyedül a piros bekapcsoló gombot nem értem design szempontjából, de hát ez ilyen. Hangszóró az nincs benne, így még szükséged lesz hangszórókra vagy fejhallgatóra, hogyha bármit is szeretnél vele hallgatni. Ezt a számítógépet általános otthoni használatra, YouTube és filmnézésre, levelezésre találták ki, vagy akár Office programok futatására, és ezeket egyébként tökéletesen jól el is végzi. Hasonló irodai feladatokra, ilyen ügyfélszolgálatos, recepciós gépeknek, vagy akár oktatási intézményeknek is jól lehet, mivel eleve olcsó Megvásárolni, keveset fogyaszt, és az ott felmerülő feladatokra ez tökéletesen elegendő. Tehát tényleg böngészés, akár sok böngészőlappal, közben 4K videó. Office, levelező program teljesen korrekten és viszonylag csendben megoldja ezeket. Lefuttattam a szokásos benchmark programokat is, hogy nagyjából el tudjátok helyezni nyers erőben. Ez az új N150-es chip gyakorlatilag a korábbi N100, csak egy picit magasabb CPU és GPU órajellel, CPU-ban a négy magos mobil csipek között egészen jól helyt áll. Geekbench-en, Cinebench 24-en gyakorlatilag körülbelül azt kaptam, amire számítottam, prociban egészen ügyes a 6 wattos TDP-hez képest. A Speedometer 3.0 böngésző teszten elért pontszáma azért a normál böngészéshez teljesen elegendő. A GPU az, ami elég harmatos, nincs dedikált videokártya, a prociban integrált GPU teszi a dolgát, így a grafikai teszteken, mint például a 3 d Mark nyilván elég alapszámokat kapunk. A 3 d Mark teszt az ilyen diavetítés gyakorlatilag kettő képkocka másodpercenként, de ez a gép nem is 3D játékokra való. Ez a GPU elég ahhoz, hogy 4K videókat enkódoljon, tehát a 4 k tartalmak nézhetők rajta, bár néha-néha ritkán azért egy-két frame drop előfordul 4K-s tartalomnál. Hogyha 3D játékokat futtatnál rajta, arra ne ezt a gépet választ. Az új játékok nyilván nem fognak menni rajta, de próbáltam régebbi címeket, például egy Civilization 5, az viszont nagyon szépen ketyeg rajta Full HD-ben, szóval ilyen régebbi, nem kompetitív játékok akár még futtathatók is rajta, hogyha úgy adódik. A gyári SSD a Crystal Markon átlagos belépőszintű írás-olvasási értékeket hoz, amire ö, ki van találva a gép, arra tökéletesen korrekt. Mivel nem passzív hűtése van, azért van hangja. Alapvetően normál használat esetén, hogyha a GPU vagy a CPU nem kap nagy terhelést, akkor szinte alig hallható. 10 centire mérve max. 35 decibelt mértem, de stresszteszt alatt full a járatva is olyan, mint egy porszívó a szomszéd szobából csukott ajtónál, és ilyen 40 decibel körül megáll. A hangja viszont azért egy picit zavaró tud lenni, például, hogyha egy teljesen néma környezetben pörgeti fel magát ennyire, mondjuk egy orvosi rendelőben. Hőmérsékletek terén alapjáraton 48 fok az átlag, terhelés alatt 70 körül, de Cinebench teszten 82 fok volt a maximum, ami viszont teljesen jó. 105 fokos ugyanis a max működési hőmérséklete az N150-nek. Bár azért én inkább örülnék inkább egy kicsit magasabb hőmérsékletnek, cserébe egy halkabb hűtésért. Fogyasztás terén e, nyilván picike számokkal találkozunk, de, de nem annyira kiemelkedőek, mint például a Mac Mini M4-esnél. Itt körülbelül 10-11 wattot mértem az asztalon, 25 wattot teljes teljesítményen, de egy nagyon rövid időre 29 wattra is felugrott stresszteszt közben a fogyasztás mérőm szerint. Egy 4K-s videó streamelése közben 15-20 wattra lehet számítani. A takarítás, vagy a karbantartás, vagy a tárhely bővítés sem egy nagyon bonyolult dolog. Az alján kell négy csavart kicsavarni, és a kis fülecske segítségével leemelhető a fedlap. A hátlapon van egy kis fém hűtőborda, hővezető matricákkal, amik az SSD-ket hivatottak hűteni. Nos, alatta találjuk a memória modult, valamint az SSD-t. Az SSD csavarral szedhető ki, AZV címkéje van, szóval vélhetően saját márkás, M2-es slotban van, PCI Express X4 foglalattal. Mellette a memória fölött van egy másik slot is, az pedig X1-es. A memória fölött van egy kis fémlap, a másik SSD-t azt tartaná a helyén, ennek a lecsavarozása után hozzáférhetünk a RAM-hoz, 16 gigás van benne, szintén saját márkás AZV. Igény esetén cserélhető, de 16 GB a max, amit a Proci kezelni tud, így ez itt ki van maxolva. Az alaplap másik oldalán van az Intel chip, rajta egy kis ventivel és egy kis rész, illetve alul hűtő felülettel. Ez az alaplap kicsavarozása után lenne elérhető. Nos, igazából ennyi az egész. Az Amazon német oldalán árulják egy év jótállással a videó készítésekor 276 euróért ingyenes szállítással, ami körülbelül 110 ezer forint. Hogyha e körül venne valaki számítógépet és ilyen picikét szeretne, valamint a felhasználási igény az, hogy csak netezne, e-mailezne, esetleg Office-t használna, néha esetleg egy kis filmet nézne, akkor arra ez a gép megfelelő lesz. Ez jó alternatíva lehet ilyen lightosabb üzleti felhasználásra is, mint például egy recepció, vagy egy ügyfélszolgálati iroda, esetleg tényleg sulikban is szuper és olcsó megoldás tud lenni, alacsony fenntartási költségekkel a fogyasztás miatt, valamint tényleg nagyon pici helyigényel. Vagy hogyha mondjuk a nagyinak kell venni egy olcsó számítógépet. Igazából nem tudom, hogy mit mondhatnék negatívumnak, mert arra, amire kitalálták, arra jó, de azért mondjuk lehetne USB-C hangszóró, vagy esetleg egy halkap ventilátor beállítás, de tényleg ennyi. Hogyha érdekel a termék, link a leírásban. Nektek hogy tetszik? Vennétek ilyen gépet? Beszéljük meg a komment szekcióban. A b köszönöm szépen, hogy elküldték nekem ezt a gépet nektek pedig a megtekintést. ha tetszett, akkor nyomjatok rá kérlek egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Viszlát a következő videóban, sziasztok!